Üdvözlök mindenkit, Necrocrime vagyok, jön egy újabb Warframe karakter, ezúttal Trinityről lesz szó. A kislányról, akit valahogy mindenki elfelejt, azoknak, akik komolyabban játszanak a Warframe-mel, ott van a raktáron, de néha csak egy-egy specifikus küldetésen uh, használják, pedig nyers képességei tekintve, uh, Trinity talán benne van a top 5 legopébb karakterek uh, között, és nagyon jól lehet kombinálni, mind, mind lövőfegyverekre és mind milli fegyverekre, mert, mert egyszerűen olyan a karakter, hogy elpusztíthatatlan a képességeit uh, tekintve szint, hogy szinten. Na most, de arra mindjárt rátérünk, hogy miért megszerezni trinity -t? nem mondom, hogy egyszerű lesz. Egyszerre kell legyőzni Captain Ward és Lieutenant Leigh Krill-t, ugye? A phobos a Liad nevű küldetésen. Kurva ez macera egy küldetés, egyedül nem élet túl, tehát ez, ez akármivel mész. Mondjuk egy Loki talán, talán, talán egyedül meg tudná oldani a dolgokat, egy Loki. De nagyon hosszú időben telne, nagyon sok lőszert kellene ez Talán, hogyha egy Loki kvanta vandál kombóval Indulsz neki egy láthatatlanságra kiúzott lokival, akkor talán lesz annyi lőszered, hogy mind a két uh, boszt le tud győzni. De amúgy ez az a küldetés, ahova nem, ketten megyünk. Uh, viszünk lokit, viszünk egy novát, viszünk egy uh, nem tudom, rino-t, hogy nyelje el a sebzést, és uh, high damage fegyvereket és többnyire lövő fegyvereket kell vinni, mert a kar nem sokat ér egyik ellen sem. Szóval, ne egyedül vágjál bele! De ha egyedül is belevágsz, ne felejtsd! Nagyon türelem kell hozzá mind a két bosshoz, és sporolni kell a lőszert, Olyan fegyvert kell vinni, ami nem eszi a lőszert, mert pillanatok alatt fogsz vagy, mert két nehéz boss. Na, de viszont, amit érte kapsz, az tényleg a Warframe egyik top 5 OP karaktere, hogyha a nyers képességeit tekintve nézzük. Na most! Mit tud a Trinity? Uh, első képessége a Well of Life, hát gyakorlatilag uh, elszívja az életerőt az ellenfelekből, amit cserébe átad a csapattársaknak. Azt tudni kell a T trinity hogy ő az orvos, az összes Warframe közül a legjobb orvos, tehát hogy Oberon feltölti a az életet, meg a shieldet, és a többi. Ezek, ezek semmik. A ami Trinity tud, az, az az igazi gyógyító erő. Ö, önmagán és a társakon tulajdonképpen. Szóval feltölti az életet, ö, 12 másodpercig tartozik a képesség, tehát még önmagában is viszonylag sok, 100 méteren, az nagyon-nagyon-nagyon hosszú, tehát warframe ben nagyon nagy ö, területi Képesség, szinte azonnal feltölti gyakorlatilag az életet. Úgyhogy nem nem egy rossz képesség. Természetesen vannak rá augment modok, amiről Trinity esetében érdemes beszélni, tehát a pool of life az augment, mod, amit kiszedhet a szindikátusoktól. Gyakorlatilag, hogyha meghalnak az ellenfelek, még élet dropokat is fognak csinálni. Na most. A következő képessége, uh, megint csak, tehát, ilyen, tehát mi a jó Isten, tehát ez, a, ez az a képesség többek között az egyik, ami végtelenítetté tudja tenni a defense mission gyakorlatilag, a, akár a survivor mission és a többi Warframe uh, úgy kell, hogy vigyázzon Trinity-re, amit a kéne rá vigyázni, mint hogyha nem tudom, maga a kincs lenne gyakorlatilag, mert hogy az Energy Vampire a másik képessége elvon energiát az ellenfelek, és feltölti a társaknak. Ez 25 méteres rádiuszban csinálja meg, tehát érdemes területre húzni később. 9 másodpercig több nem is kell igazából, nagyon sok energiát tud feltölteni, és gyakorlatilag szint, hogyha uh, spamelhető, azt kell, hogy mondjam. Szóval, ja, és amellett, hogy, hogy energiát ad a társaknak, a, amellett devigyeli is az hat tehát 6,5 a nem sok, de azért alacsony szinteken ez meg is öli az ellenfeleket. Nos, e, van erre az augment mod, amiért mindenki könyörög, hogy nyúl legyen a, a, szindikátusoknál, úgy hívják, hogy vampire, leech, nagyon durva mod, elvonja, hogy az energiát feltölti a te energiát, és pluszba feltölti a shieldet is, azon belül pedig túltölti a shieldet is. Tehát ha van egy 600 as shielded, azon veszed észre, hogy te, és a csapattársad, aki benne vannak a Vampire hatósugarába, 1200-as shield jön neki a végén, olyan szinten túltölti, OP elpusztíthatatlanná fog tudni, tenni. Nagyon magas missionök, jó jön, mert amikor jön a bomber, akkor azon kapod magad, hogy az 1200-as hirtelen csak 400 lesz, mert 400 lesz, mert a bomber. Szóval azért, azért kurva jól jön. Ezért érdemes igazából trinity néha shield-re, de igazából kurvára mindegy, mert érdemes életre is húzni, mindegy neki. Pontosan azért, mert van neki egy olyan képessége, majd az ultimate képességgel rátérünk, tehát a harmadik képessége a link. Nagyon komoly gyakorlatilag 75%-kal lecsökkenti a sebzést, és három ellenfélre hatékony, Uh, 12 másodpercig 20 méteren belül, szóval megint csak érdemes területre húzni, összeköt téged és az ellenfelet, aki téged sebez, és gyakorlatilag eh, tehát az ellenfél saját magát kezdi el sebezni, hát kell lennél több, de komolyan kell lennél több, tehát uh, Survivor mission úgy mész, hogy ez be van kapcsolva, folyamatába, tehát két dolgot csinálsz Survivor Mission, energiát szolgáltatsz magadnak, és ez, ez, ez a képességet be van kapcsolva, és gyakorlatilag ez boldogan, mint hal a vízbe, mert, mert úgy OP. Nem kell túl azért, tehát gondolkodni kell a Trinity esetében, legyen nála jó fegyver. Tehát azért legyen a jó fegyver, mert hogyha jön a sokadik perc, az jönnek az erős ellenfelek, az a 75% azért az megérzi a shielded is. Tehát elkezdik levinni becsülettel a shielded, és gyakorlatilag uh, minél jobban oszlik szét ez a link, ez a kapcsolat, annál uh, annál jobban oszlik szét maga a damage is. Szóval a 75% damage-et elvon tehát nem az, hogy külön-külön mindegyiktől 75 hanem elvon 75 százalék tőled, de minél többen vannak körülötted, annál jobban oszlik a link, és csak három ember gyakorlatilag három ember lesz az, a, az akitől elvonja a sebzés. Szóval észnél kell lenni egy, egy durva Survivor mission ahol már több mint 20 perce bent vagy, ott már észnél kell lenni. Na de no para, még akkor, is, akkor sem kell túl uh, parázni a dolgokat, Uh, ja, igen, van még egy olyan augment mod, ez például nagyon jól jön a, a Void mission mert hogy az armor leveszi az ellenfelek, tehát Green és Void mission nagyon jól jön az Abating Link nevű augment mod, mert, mert leveszi az armor gyakorlatilag, és az, az kurva hasznos. Uh, azt kell mondjam, hogy már így hullani fognak az ellenfelek, szóval mint mondtam, a, 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 tehát már most látszik, hogy a Trinity azért ez meg, tud, tud valamit. Az ultimate képessége az, ami uh, a Trinity-t igazából tökre elpusztíthatatlanná teszi, és azt úgy hívják, hogy a blessing. Hát megáld, az biztos. Olyan szinten megállt, hogy furra feltölti a shieldet. Azt írja, csak 80%-a shield és health restore, de lófasz. Tehát azonnal feltölt fullra tök mindegy, hogy hol vagy a pályán, tehát a range a zero, tehát nulla, végtelen, tehát ha te itt vagy, és ez a társad a pálya másik végében haldoglik, kap egy blessinget, meg van áldva, pff, kész, pa, feltölt azonnal mindenkit, amíg van energiája, emiatt a képessége miatt a Trinity halhatatlan, halhatatlan, tehát bármelyik karakter fölé uh, tud emelkedni ezzel a képességgel, és tehát sok ilyen prójátékos azt mondja, hogy ha trinity elesel, akkor menjél haza, te, állítólag, szóval... Uh, este már Trinity-vel le van rosszul, de azért, mert nem figyeltem. De azért, mert nem figyeltem, tehát bealszol vele. Uh, nem, nem azt mondom, hogy nem kell agilisnek lenned, és nem kell mozgásban lenned a pályán, mert kell. Tehát nem egy Rino megy, mint a tank, nem, mert csak 15-ös armorja van, és, és el, elesik, hogyha nem figyelsz, de csak akkor abban az esetben, ha nem figyelsz. Ezért ott a jobb felső sarokban legyen kint a te és a társaid élete sírja, hogy kinek mennyival, és azonnal töltesz akármit. Jártam olyan Trinity-vel egy defense mission a Trinity azért aggódott, hogy a karrierje nem, hogy már meghalljon. Tehát ennyi dolga volt, mert, mert ilyen szinten OP. Uh, nagyon jó karakter, nagyon jó karakter, nagyon hálás karakter, nagyon lehet vele menni, t 4 defense Survivor-ig, Spy mission ahova jól esik, oda mész a trinitivel. olyan szinten, amilyen szinten jól esik, mert hihetetlenül jó. Természetesen minél magasabb szinten van, annál jobban kell figyelned. Szóval, kedves fiatalok, akik manapság a koncentráció hiányában szenvedtek, ezzel a karakterek koncentrálni kell, oda kell figyelni. Ha nem figyelsz oda, azonnal elesel. Ha odafigyelsz, soha nem esel el. Ez a trinity a kulcsa. Na most jöjjön akkor a modolás. Nos, ami Trinity billy illeti, lehetne rá két fajtát mondani. Én többnyire a csapatjátékosnak használom, ezért kiegyenlített erőviszonyokat csináltam rá, de ugye van az a küldetésű low retribution, a 8 ny fős küldetés, na oda lehetne egy másfajta buildet is vinni, illetve nem, hogy lehetne, hanem kell egy másfajta billet vinni, főleg azért, mert kell egy olyan, ami range-re és power strength-re ad, végülis a power strength elég a 130% mert azonnal feltölti az életet és a shieldet, de a power range nagyobb kell, hogy legyen, hogyha low of retribution ről van szó, mert a Trinity ott is egy kulcskarakter kulcs és alapkarakter, amit vinni kell azért, hogy energiával lássa el a többieket, és Gyakorlatilag oda azért kell Power Strength és Power Race, ahol szóval egy olyan buildet is lehet építeni, ahol ahol, ugye, ahol területre is erőre megyünk. Na de viszont ugye az én buildem általánosan nézve, a rejuvenation, mert az fér bele az Aura módjába. A Vigor csak azért, hogy legyen egy kis Shield, HP plusz élet, Redirection, hogy legyen Shield, de igazából um, mindegy Trinity-nek, hogy mit rakunk be, hogy Vitality vagy Redirection. Mert mind a kettővel uh, Jól fog Tudni, uh, működni uh, Stretch, Continuity uh, Flow, Streamline uh, Intensify És végül a Vampire Leech Gyakorlatilag uh, Annyi, hogy ez a build annyi, hogy elég erős, azonnal tölt életet, megfelelő hosszúságú ideig tart, és gyakorlatilag nagyon-nagyon hosszú ideig ki lehet vele bírni, akár szólóban is. Amit látjátok, nincs benne semmi pescomod mint Transistor Fortitude, Blind Range, Narrow Minded és a kínja. nem. Tehát Egyszerűen egy kiegyenlített build, tökéletesen megfelel a célnak, és, és nagyon jó lehet vele csapatjátékozni, szinte lehetetlen elesni a Trinity-vel, nem a build miatt, hanem egyszerűen a karakter képességei miatt. Na most ennyi lett volna a videó, remélem tetszett, sziasztok!